Erősödő Kárpátok eurorégió. Új stratégiai célokat fogalmaztak meg a tagállamok. Eddig 46 pályázati felhívást találtak, amelyben a közeljövőben együtt tudnak majd támogatást igényelni. Gyermekotthon épült. A Nyírbogáton létrehozott intézményben összesen 40 gyermeknek biztosítanak helyet. Új motort szabadalmaztatott. Egy ibrányi feltaláló, Nagy Imre egy olyan robbanó motort fejlesztett ki, ami a hagyományos motorok működéséhez szükséges üzemanyag egy tizedével környezetkímélő módon működik. Újra hatékony az együttműködés a Kárpátok eurorégió tagjai között. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok eurorégió hatékony működtetésével című projekt zárórendezvényén elhangzott, új stratégiai célokat és prioritásokat fogalmaztak meg a tagállamok. Eddig 46 pályázati felhívást találtak, amelyben a közeljövőben együtt tudnak majd támogatást igényelni. Ez is segíti az eurorégió és a tagok erősödését. A Kárpátok eurorégió az elsőként megalakult szervezet, amely a korábbi keleti blokk országainak határmenti együttműködését fogja keretbe, több mint 14 millió embert és 140 ezer négyzetkilométert foglal magába az eurorégió, azonban egy idő után a tagok közötti együttműködési készség már nem volt eléggé szoros, véli Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Az a kezdeményezés, amelyet a 2007-13-as NP projekt az európai szomszédsági és partneri támogatási eszközök igénybevételével elindítottunk, az pontosan abból indult ki, hogy nem lenne okos dolog, nem lenne célra vezető belenyugodni ebbe a helyzetbe, hanem mindenféleképpen ezt az eszközt revitalizálva, ezt a lehetőséget újjáélesztve olyan stratégiát alkossunk, amely kutatja azokat az okokat, azokat a problémás elemeket, amelyek elvezettek a mai állapothoz, és megtalálja a kivezető utat. És új célokat, új prioritásokat fogalmazzon meg, kijelölje azokat az első lépéseket, és az ezekre épülő új távlatokat, amelyek azt biztosíthatják, hogy a 2020-ig terjedő új Európai Uniós programozási időszakban, de azon túl is sikeres lehessen ez az egyébként rendkívüli európai regionális együttműködés. Négy ország, hat partner közös, több mint 520 ezer eurós fejlesztése volt a határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok eurorégió hatékony működtetésével című projekt, mondta a nyíregyházi zárórendezvényen Majorné László Brigitta projektkoordinátor. A határrégiók fenntartható fejlesztését azonban nem csak a most záruló projekt, hanem más források, lehetőségek is segíthetik, emelte ki a stratégia megalakulását segítő irodavezető. Stratégiai időpontban vagyunk ezzel a munkával. Ugye ennek a központi eleme, ennek a közös projektnek egy olyan 2020-ig tartó stratégia megfogalmazása, amely nem csak hogy prioritásokat jelöl ki, de konkrétan már 46 darab együttműködési projekt is beazonosításra került. Ugye kérdés, hogy hogyan valósulnak meg, ki fogja ezeket finanszírozni. Na ebből a szempontból vagyunk stratégiai időpontban, hiszen a 2014-2020-as Európai Uniós ciklus ugye elindult, és ennek keretében számos transznacionális és határon átnyúló program érinti térségünket, mindegyik saját költségvetéssel. Kézi Béla hozzátette, ezekből már most 10 olyan fejlesztési projekt van, amely az eurorégió területén jelentős költségvetéssel hamarosan elindulhat. Új épülettel bővült a Nyírbátori Gyermekvédelmi Központ. A Nyírbogáton létrehozott intézményben összesen 40 gyermeknek biztosítanak helyet. A közel 350 millió forintos beruházást 100%-ban állami és Európai Uniós támogatásból finanszírozták. Az új épület létrejöttével a gyermekek kikerülnek a városias környezetből egy nyugodtabb, családias, falusi környezetbe, ami nagyban segíti a társadalomba való integrációjukat.
Az 1238 négyzetméteres új nyírbogáti épületben egy közös központi helyiséget alakítottak ki, ahol konyha, foglalkoztató és fejlesztő szobák, orvosi szoba, irodák, karbantartó részleg és garázs áll majd az ott lakók és dolgozók rendelkezésére. A négy lakóegységben összesen 10-10 gyermeket tudnak elhelyezni. Ez az épület egy 40 fős korszerűtlen nyírbátori intézményt vált ki. Teljesen új falusias környezetbe kerülnek a gyerekek. Ez a 40 fő egy új modern épületbe fog élni. 3-4 ágyos szobákba, egyébként 4-10 fős csoportba. Itt egy családias környezetben megtanulják a nevelők, pedagógusok segítségével az önellátást, és amit remélhetőleg az életük folyamán fognak tudni majd itt használni, hasznosítani. Az átadó ünnepségen elhangzott, az új épület létrejöttével a gyermekek kikerülnek a városias környezetből, egy nyugodtabb, családias környezetbe, ahol sokkal kedvezőbb feltételek adódnak a társadalmi beilleszkedésre. Nyírbátorban a gyermekvédelmi központ áldatlan állapotban üzemel sajnálatos módon. Ugye a gyerekek olyan körülmények között élnek, ami véleményem szerint a 21. században nem méltó a gyerekeink neveléséhez, és ezért is örültünk annak a kezdeményezésnek, amit néhány évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt pontosan Sesták Oszkár elnök úr és Kovács Sándor elnök úr tett, miszerint a nyírbátori intézménye kiváltására pályázatot lehetett benyújtani. Az új intézményben nem csak a gyermekek, hanem a dolgozók is kedvezőbb körülmények között tudják a munkájukat végezni. Egy ibrányi feltaláló, Nagy Imre, egy olyan robbanó motort fejlesztett ki, ami a hagyományos motorok működéséhez szükséges üzemanyag 1/10-ével környezetkímélő és hatékony módon működik. Ezt maga a feltaláló mondta el televíziónknak. Hozzátette, a svájci szabadalmi hivatal a múlt hónapban bejegyezte és publikálta is a találmányát. Ez a prototípusa annak a gázzal, rotációs elven működő motornak, ami a feltaláló korábbi találmányához, egy léghajóhoz készült. Nagy Imre elmondta, egy olyan erőforrásra volt szüksége, ami lényegesen könnyebb és hatékonyabb a forgalomban lévő bármely motornál. Mivel ilyet nem talált, megtervezte és saját kezüleg elkészítette azt a rotormotort, ami azóta már világszabadalmi védettség alá került. A nemzetközi szabadalmat, amit Svájcba adtam be, azt a múlt hónapban publikálták, tehát most már le van védve, azért tudok nyilvánosságra menni vele. A feltaláló maga tervezte a motor minden alkatrészét, és ő is öntötte ki a motort alkotó alig több mint 10 alkatrészt alumíniumból. A tervei szerint találmánya kiváltja majd az összes hagyományos elven működő motort. Gyakorlatilag ez nem fog többet fogyasztani, mint 10%-át egy robbanó motor, egy ottomotorhoz viszonyítva. És az a 10% is minden káros anyag nélkül éget, tehát ez a benne az óriási, iszonyú nagy a nyomatéka, nem szennyezi a levegőt, kicsi a fogyasztása, tehát ennél többet kívánni sem lehet. Nagy Imre elmondta, várakozásai szerint az autógyártók felfigyelnek majd a találmányára, ami hatékonyabb, olcsóbb és környezetkímélőbb megoldást biztosít majd, mint a hagyományos robbanó motorok. Sikerekről és gondokról egyaránt beszámoltak a Jobbikos vezetésű települések polgármesterei azon az évértékelőn, amelynek az Országház adott otthont, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Fülöp Erik, tiszavasvári polgármestere. A városvezető szerint egyik legfontosabb feladatuk, hogy a hamarosan megnyíló pályázatok révén minél több forrást nyerjenek az általuk vezetett település számára. Ami igazából kihívást jelenthet, és egyöntetően ezt is megfogalmaztuk, az a munkahelyteremtésnek a kérdésköre. Én valamelyes szerencsés helyzetben lehettem, hiszen a 2014-es és 15-ös évet tekintve is tudtam sikerekről beszámolni ezen a területen. És hát a harmadik
jelentősebb kihívás a költségvetési hiányosságoknak a kezelése. Ugye azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre nehezebb az önkormányzatoknak a működése, egyre kevesebb az a állami támogatás, az a fajta finanszírozás, amelyet megkaphat egy-egy település és egy-egy város. Ezekkel kell majd a 2016-os évben is türelemmel, azt gondolom, és nagyon átgondoltan szembesülni, és megpróbálni ezeket a hiányosságokat leküzdeni. A hallássérülteket hozza közelebb egészséges embertársaikhoz az a rendezvénysorozat, amit a Megyei és Városi Könyvtárban rendez a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége. A programokról hamarosan, most nézzük, mi lesz még a folytatásban. Döntetlennel zárult a Kisvárda KC fővárosi vendégjátéka. Rácz Sándor együttese a női kézilabda NB1B 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Szent István Ese otthonában végzett 26-26-ra. A KKC vasárnap Egerbe a listavezető Eszterházi KFSC csapatához látogat. A fejlesztők felajánlásának köszönhetően egy tagból, azaz lábtenisz asztallal gazdagodtak a tarpai fiatal labdarúgók. A településen több mint 300 magyar és kárpátaljai gyerek futballozik, ők használhatják majd a képességfejlesztő eszközt. A hallássérülteket hozza közelebb egészséges embertársaikhoz az a rendezvénysorozat, amit a Megyei és Városi Könyvtárban rendez a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége. A SINOSZ Szabolcs-Szatmár Beregmegyei szervezete egy siket költő és festő Dudás Sándor munkásságának bemutatásával várja a látogatókat, a gyerekek számára pedig jelnyelvi mesével és jelnyelvi színházi játékkal készülnek. A hallássérültek láthatatlan fogyatékosok, csak akkor lehet észrevenni, hogy nem egészségesek, amikor felemelik a kezüket, mondta el Nyíregyházán Tapolcai Gergely országgyűlési képviselő, a SINOSZ országos elnökségének tagja. Hozzátette, a most induló rendezvénysorozatnak éppen az a célja, hogy vizuálisan ismertesse meg a társadalom halló részét a jeleléssel, a jelnyelv szépségével. Legfőbb célja az, hogy megmutassuk magunkat megyei szinten a társadalom tagjai számára, hogy mi is a SINOSZ, kik vagyunk mi, kik a hallássérültek, siketek, nagyot hallók, mi a jelnyelv, miért szép, és nagyon remélem, hogy ez a kezdeményezés nem egyszeri alkalom lesz, hanem hagyományteremtővé válik majd az idő folyamán, és ezáltal megyei szinten is közelebb kerülünk a térség tagjaihoz, hogy ez itt élő emberek, ha látnak egy siketembert, vagy találkoznak egy jelelővel, a jelnyelvvel, már alapszinten tudni fogják, hogy mi az. A Nyíregyházi önkormányzat fontosnak tartja a fogyatékkal élők és a társadalom többségi csoportjait közelebb hozni egymáshoz. Ezzel kapcsolatban már több lépést is tett a helyi önkormányzat. Az önkormányzat már ebben az évben ugye lehetőséget biztosított nyáron egy több mint 800 fős részvételt fogyatékkal élő emberek számára. A hosszú távú célunk az, hogy mi is folyamatosan emlékeztessük rá a nyíregyháziakat, illetve az itt élő embereket, meg a társadalmat, hogy nem csak egészséges emberek vannak a társadalomban, nem csak egészségesek járnak iskolába, óvodába, és kapnak különböző képzést, és lehetőségeinkhez képest próbálunk nekik teret biztosítani különböző programjainkban is. A megyeszékhelyen, a Kossuth téren az adventi programsorozat keretében több alkalommal léptek már fel fogyatékkal élők, így megmutatva magukat egészséges embertársaiknak, tette hozzá az alpolgármester. 3 milliárd forintos település és közműfejlesztés valósult meg 2015-ben Nagykállóban. Erről Juhász Zoltán, a város polgármestere beszélt televíziónknak. A szennyvíztisztító telep korszerűsítése és az ivóvíz minőségjavító program mellett egy átfogó szociális célú városrehabilitációs pályázat is sikeresen zárult a városban. Nagykállóban a városközpontot már korábban felújították, a nyugati és a déli kertvárosi részeket érintette a szociális célú városrehabilitációs program 2015-ben, amelyben elsősorban a minőségi lakókörnyezet kialakítására törekedtek. Több mint 350 milliót költöttek a beruházásokra. A pályázat kapcsán lehetőség nyílt a város 5 pontján zöld terület kialakítására vagy bővítésére, és több mint 4 kilométer járda megépítésére. Könyvtárt alakítottunk ki, új éttermet újítottunk fel, a romai katolikus templom torony felújítása, illetve környezetének felújítása, parkoló építése, járdák építése,
egy városrészünkön közösségi ház, illetve Caritas ház, illetve imaház felújítása, közösségi terek kialakítása, nagyon sok növényültetése, utak felújítása szerepel ezekben a programokban. Ez is fontos volt a városlakók számára. Egyébként az elmúlt 7 évben már a 4. város rehabilitációs programján van túl Nagykáló. Volt egy 280 millió forintos funkcióbővítő beruházás is. Minden évben törekszik az önkormányzat arra, hogy saját forrásból felújítsa a járdákat, sőt 2015-ben több belterületi út mellett kerékpárút is létesült. Nagykállót több környező településsel összeköti kerékpárút, amelynek a helyi lakosok örülnek, hiszen így biztonságosabb a közlekedés. Az előkészületi tervek már megvannak, a Nyíregyháza Nagykálló közötti szakaszon a kerékpárút megépítése 250-300 millió forintba kerülne. Döntetlennel zárult a Kisvárda KC fővárosi vendégjátéka. Rácz Sándor együttese a női kézilabda NB1B 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Szent István Ese otthonában végzett 26-26-ra. A KKC vasárnap Egerbe a listavezető Eszterházi KFSC csapatához látogat. Az őszi szezon utolsó 4 idegenbeli meccséből 2 már letudott a Kisvárdai KC, és a 2 találkozón 3 ponttal gazdagodott a Rácz Sándor által irányított együttes. A Gödi Ese otthonában 26-23-ra nyertek lévaiék, akik a legutóbbi fordulóban Budapesten a Szent István Ese ellen is 26 gólt lőttek, ami azonban az építőcsarnokban csak a döntetlenhez volt elegendő. 4 pontból 3-at hazahoztunk Budapest környékéről, utólag azt mondom, hogy értéke van. A játékunk az egyik meccsen meggyőző volt, és kiállta az idegen próbát. Második meccsen csak egy első fél időig jutottunk, egy nehéz körülmények között, aztán sokáig hezitáltam, hogy az érték vagy kudarc az egy pont. Én úgy gondolom, hogy egy feljutó csapatnak ezt is értékelnie kell. A kisvárdaiak vasárnap Egerben a listavezető Eszterházi főiskola csapatánál vendégszerepelnek. Az Eger most favorit ebben a csoportban, ő ugye megjárta már az NB1-et, de visszatért, mint több csapat is éveken át, akik ugye próbálkoztak feljutással, visszatértek. Most talán egy új megközelítésben, jó millióban dolgoznak, visszatértek játékosai külföldről. Képbe vannak, hát mi meg nem megyünk feltartott kézzel, nincs veszítenivalónk. Egy nagy meccs lesz szerintem, sok-sok futás mennyiséggel, a minőség kapus teljesítmény ezt fog dönteni. Az NB1B keleti csoportjának élén az Eszterházi KFSC áll 22 ponttal, megelőzve az egyaránt 18 pontos Kispestet és Hajdunánást, a Kisvárdai KC 16 ponttal a 4. a tabellán. A fejlesztők felajánlásának köszönhetően egy tagball, azaz lábtenisz asztallal gazdagodtak a tarpai fiatal labdarúgók. A településen több mint 300 magyar és kárpátaljai gyerek futballozik, ők használhatják majd a képességfejlesztő eszközt. Nyugodtan lehet mondani, hogy villámkarriert futott be a magyar fejlesztési sporteszköz, amelyet a tavalyi futballvilágbajnokság idején mutatott be a két tervező. A tagball azóta már a világ több mint 100 országában szolgálja a labdarúgó képességfejlesztését. A meghajlított pingpongasztalhoz hasonló eszközből a fejlesztők egyet a tarpai önkormányzatnak ajándékoztak, amely azonnal továbbadta azt az Esze Tamás általános iskolának. A tarpán sportoló gyermekeinknek az iskolában, a tarpa iskolát választó sportdiákoknak egy óriási lehetőség lesz a jövőben, hogy újra tovább lépjenek, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ránk esett a választás itt a Szatmár-Beregi térségben, hiszen itt azért rengeteg kárpátaljai gyermek jár a mi iskolánkba, és úgy gondolom, hogy mind technikailag, mind taktikailag, mind kitartásilag, képességileg nagyon sok segítséget fog nyújtani nekik ahhoz, hogy elérjék a sport céljukat, sport teljesítményeket, és jó futballisták legyenek a jövőben. Filip Sándor szerint, aki közel 2 évtizeden keresztül tanította futballozni a legkisebbeket, minden új eszköz segíti a gyerekek fejlődését. Minden új dologra szükség van. A tagball egy új dolog, egy új lehetőség, egy egész más készséget fejleszt, ami a labdarúgás alapjait adja, mindazon gyerekeknek, hogy ezt elsajátítják majd.
de beszélhetnénk a futsalról is, ami szintén egy olyan kombinatórikai, egy kombinatív játékot feltételez, ami a nagypályás játéknak elengedhetetlen része. Épp ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy igazgató úr, polgármester úr, Széchy polgármester és kizárólagos úr fölkarolta ezt a lehetőséget, és a tarpai gyerekek, akiknek jelentős része Kárpátaljáról került át ide a beregi településre, elsajátítja ennek a játéknak a csodálatos szépségeit, és már láttuk, hogy olyan, mintha mindig is erre az asztalon játszottak volna. A fejlesztők reményei szerint egyre több utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület alkalmazza majd az új eszközt, amellyel lehetőségeik szerint a jövőben is igyekeznek megajándékozni egy-egy települést. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Újra hatékony az együttműködés a Kárpátok eurorégió tagjai között. A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok eurorégió hatékony működtetésével című projekt zárórendezvényén elhangzott. Új stratégiai célokat és prioritásokat fogalmaztak meg a tagállamok. Eddig 46 pályázati felhívást találtak, amelyben a közeljövőben együtt tudnak majd támogatást igényelni. Ez is segíti az eurorégió és a tagok erősödését. Új épülettel bővült a Nyírbátori Gyermekvédelmi Központ. A Nyírbogáton létrehozott intézményben összesen 40 gyermeknek biztosítanak helyet. Az új épület létrejöttével a gyermekek kikerülnek a városias környezetből egy nyugodtabb, családias, falusi környezetbe, ami nagyban segíti a társadalomba való integrációjukat. Egy ibrányi feltaláló, Nagy Imre, egy olyan robbanó motort fejlesztett ki, ami a hagyományos motorok működéséhez szükséges üzemanyag egy tizedével környezetkímélő és hatékony módon működik. Ezt maga a feltaláló mondta el televíziónknak. Hozzátette, a svájci szabadalmi hivatal a múlt hónapban bejegyezte és publikálta is a találmányát. A Kölcsei Televízió íradóját látták csütörtökön, friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk. Anticiklon alakítja időjárásunkat, amely télen kedvez a köd, illetve a réteg felhőzet kialakulásának. Számottevő csapadék nem valószínű, de szitálás előfordulhat. Bár a magasban melegedés kezdődik, ez az alsó légrétegekben nem okoz enyhülést. Éjjel többnyire erősen felhős, párás idő várható, számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 1 fok körül alakul. Holnap napközben többnyire erősen felhős, párás idő várható, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Lényeges változást okozó időjárási frontok a következő napokban nem érik el térségünket. Változóan felhős, helyenként párás, ködös időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. A hőmérséklet továbbra is jó pár fokkal az átlagos felett alakul.